Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A Székesfehérvári Balettszínház jelmondatát azt hiszem minden táncot kedvelő székesfehérvári ismeri már, ahol a szavak véget érnek, ott kezdődik a tánc. Most ezt megfordítjuk, hiszen most beszélni fogunk arról, hogy mikor kezdődik a tánc. Vendégem pedig Ekerházi Attila, a Balettszínház igazgatója. Szervusz, üdvözöllek. Szervusz, én sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. Hát az utolsó hírek egyike, hogy csokorba szedtétek az előadásokat, hogy tavasszal is a nézőtérre csábítsátok a táncművészetek kedvelőit. Aztán ebből nagyon is jól tudjuk, hogy nem lett semmi, hiszen márciusban jött a koronavírus, illetve a kijárási korlátozás, és ez felrúgta azokat az elképzeléseket, amelyeket megfogalmaztatok az évad elején. Hát erről kell beszéljünk, hogy egyáltalán hogy érintette ez a Balettszínházat, hiszen tudjuk, hogy a Homokrajzok, a Rómeó és Júlia és a Franc egy három nagyszerű előadás várt volna ránk táncbarátokra. Így van, hát ez nagy trauma a művészvilágnak, ugye, amikor nem, főleg az előadó művészeknek, amikor nem találkozhatunk a közönséggel. Én abban bízom, hogy ez nem elfújta ez a vírus ezeket az előadásokat, hanem átcsoportosította, átcsoportosításra került. Nagy tanulságai vannak ennek az időszaknak, és hát mi is a magunk módján megéltük. Ugye a táncművész lételeme a mozgás, hát ilyenkor el lehet képzelni, hogy úgy érzi magát egy táncos, mint egy ketrecbe zárt oroszlán, de hát online balett gyakorlatokat folytattunk, illetve csökkentett létszámmal most már, ahogy mentünk ki ebből a járvány szakból, született egy darab, amit hát ennek az időszaknak szeretnénk majd dedikálni, amikor majd újra bemehetünk a Kőszínházba, és újra találkozhatunk a közönséggel, akkor ezt szeretném beépíteni a repertoárba. Az elmaradt előadásokat, úgy mint más előadó művészi szervezet is, szeretnénk majd pótolni a jövő színházi szezonban. A helyzet az, hogy már bebizonyosodott, hogy a gazdaság mellett a kultúra szenvedte a legnagyobb kárt, nyilvánvaló, elsősorban a színházakra gondolok. A művelődési házak nem különben, de azért azt nagyon is jól tudjuk, hogy ha a művelődési ház nem rendez, elmarad egy-egy koncert, akkor nem kell befektetni. Viszont a táncszínházat és a színházat általában azért is sújtja, hiszen ezt nem lehet másutt megrendezni. Mennyire nehezíti meg az igazgató, a balettmester és a balettáncosok dolgát az, hogy online térben kell szinten tartaniuk magukat? Mert azért korán sem mindegy, hogy egy balettteremben teszi ezt, vagy otthon, hiszen azért valljuk meg, hogy ez kötelező. Hát igen, ez most stílusosan és iróniával fogalmazva, ez egy lélegeztetőgépen való tartás. Tulajdonképpen egy táncművész, akinek hangszere a teste, és azt a hangszert ápolni kell, hogy ne amortizálódjon le, mert aztán hosszú hónapokba kerül visszaállni, muszáj karban tartani. Hát elég faramúci módon nyilván ki, ahol tudott, és amikor a teret engedett az a lakótér, ahol egy táncművész lakik, mindenki gyakorol. Természetesen ezek nem olyan minőségű gyakorlatok, mint ami egy balettteremben folyik, de mégis nagyon sokat jelentett nagyon sok táncművésznek világon, így nálunk is Székesfehérváron, úgyhogy rendszeresen gyakoroltunk. Most már el fognak kezdődni, csütörtökön kezdjük a terembe való gyakorlást. Próbákat egyelőre még nem tartunk, négyes csoportokba, maszkokba elkezdünk normális, rendes balett gyakorlatokat tartani, és aztán nagyon bízom abba, hogy minél hamarabb most már a próbákat is el fogjuk tudni kezdeni. Ugye majd visszatérünk a darabokra, de egy kicsit a művészkaravánhoz érkezzünk meg, mert ez a jelen, ha úgy tetszik, egy remek gondolata a fehérvári művelődés szervezőktől, illetve a programszervező Kft-től, hogy ugye az Alba Régia táncegyüttes, a Fehérvári Balettszínház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és a Vörösmarty Színház egy-egy művésze a város különböző pontjain tűnt fel. Azt hiszem, hogy ez egy remek tapasztalat ilyen értelemben. Hát mindenféleképpen nekünk pedig egy nagyon jó reklám lehetőség, hiszen mi fiatalok vagyunk, fiatal intézménye, kulturális intézménye vagyunk a városnak, másfél éve működünk. Így olyan emberek is megismerhetnek minket, olyan nézők, akik egyébként mondjuk színházba járnak, vagy más kulturális eseményeket megnéznek, vagy egyáltalán nem is hallottak arról, hogy van balettszínháza a városnak, úgyhogy eljutottunk most
a nézőkhöz. Nagyon sokan jönnek oda hozzánk, hogy ez milyen nagyszerű dolog, és hogy szeretnének majd minket megnézni a színházban. Én bízom abban, hogy ez egy nagyon, nagyon jó lehetősége a Balettszínháznak arra, hogy megismertessük magunkat, hogy látva lássanak, ahogy ugye Ady Endre írta. És nagyon fontos, hogy egy olyan alternatív helyen kipróbálhatták magukat a táncosok, ami nem színházi körülményeket biztosít, hiszen a nehézségek azok, amik előbbre viszik a művészt, előbbre viszik az embereket, úgyhogy nekünk ez egy nagyon izgalmas kihívás. Igen, hát személyesen is tapasztaltunk és beszámoltunk róla jó néhányszor, hogy Krisztina lubickolt ebben. Élvezték a táncosok. Igen, nagyon, és a fiatalok nagyon. Nem különben. Hát hogyne, hát ez ki a szabadban, Méri Wigman, ugye a modern táncok kortárs tánc papnője, ő volt, aki először kiszaladt a színházból, és nagy lepelbe szabadon, szabad táncnak nevezte, táncolt a természetbe. Ez egy nagyon jó dolog, kényszerhelyzet is, de ez a kényszerhelyzet viszont olyan tapasztalásokat hozott, ami ugye egy jó leső érzés volt a táncosokban. Abszolút természetes volt számunkra, és azt hiszem, hogy sikersztori, ami folytatódik amúgy. No, viszont beszéljünk egy kicsit a társulatról. Annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy számtalan új táncos érkezett, némiképpen megváltozott a struktúra. Hogy áll most ez a folyamat, hiszen ez bizonyos értelemben kényszerből szakadt el ez a fonál? A struktúra nem változott meg, fluktuáció volt az együttesben, mint minden más tánc társulatban is. Ugye éves szerződéseik vannak a táncművészeknek, aki 3 évet már eltöltött az együttesbe, akkor már határozatlan idejű szerződést kap, tehát ez egy alakulóban lévő társulat. 4 új táncművész fog érkezni augusztustól a társulathoz, nagyon tehetséges táncművészekről van szó. Tulajdonképpen próbatáncot tartottunk, mint még egyszer mondom, minden más társulat. Nagyon sokan jelentkeztek, majdnem 200-an a próbatánc, ami azt mutatja, hogy egy nagyon komoly munka folyik a társulatnál, mi érdekesek vagyunk a fiatal táncművészek számára. Nagyon sokan szeretnének az együttes tagjai lenni, úgyhogy 4 nagyon-nagyon komoly táncművésszel fog gazdagodni az együttes. Mi az alapvetése a táncművészek kiválasztásának, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a pályafutásod alatt számtalan együttest építettél fel. Hát ez nagyon nehéz lenne megfogalmazni. Alapvetően, mint minden társulatnál a vezetésnek, a társulat vezetésének az ízlése határozza meg, illetve hát van egy nagyon magas szakmai elvárás, nagyon magas szakmai követelmény, aminek meg kell felelni a próbatáncok során. Aztán az is nyilván, hogy milyen a repertoár, vagy milyen repertoár tervezünk, és milyen karakterű táncosokra van szükség ahhoz, hogy ez a repertoár a legmagasabb színvonalon tudjon megvalósulni. Nagyon sok összetevője van annak, hogy egy próba táncol, abból nagyon sok emberből, mint mondottam, 200 emberből, miért pont arra az egy-két táncosra esik a választás. Tehát az alapvetés, hogy az Egerházi féle, by Egerházi féle kortárs táncszínház nagyon komoly kritériumainak megfeleljen. Hát az általán vezetett kortárs táncszínház, illetve van egy nagyon pontosan meghatározott művészi irányvonal vagy arculat, amiben nem csak az én koreográfiai munkásságom jelenik meg, hanem szeretnék meghívni vendégkoreográfusokat is a társulathoz. Már most meg is hívtunk ugye a gyerekdarabra, ami most elmaradt az Aladdin, de szeretnénk bemutatni jövőre, Nemes Zsófia személyébe. Tehát, hogy azok a koreográfusok, akikkel én tervezek dolgozni, azoknak alá tudjunk dolgozni, ki tudjuk szolgálni az igényeket, és még egyszer mondom, a legfontosabb az a nagyon magas színvonal szakmai felkészültség. Tehát ez megerősítést jelent a táncosnak is, ha megfelel ennek a magas szakmai színvonalnak, a másik oldalról pedig mennyire tudják megismerni ennyi rövid idő alatt Székesfehérvárt, illetve, mert ugye ez kettősség van, tehát van egy város, ahol élni kell, és van egy balettszínház, ahol pedig produkálni kell. Ugye én nagyon is jól tudom, hogy ti figyeltek arra, hogy a városban is otthon legyenek azok a számtalan országból érkezett fiatal táncosok. Nagyon szeretik a várost. Ugye ez egy nagyon munkás műfaj. Mi nagyon sokat próbálunk, nagyon sokat kell próbálni, hogy olyan színvonalú előadásokat tudjunk tartani, amilyeneket tartunk.
napi két próbát jelent, tehát naponta 6 órát terembe törtenek a táncművészeink, de mindemellett természetesen marad idejük arra, hogy bejárják a várost. Ők aktívan részt vesznek a közösségi életbe, itt élnek velünk, nem is lehet azt megoldani, hogy ingázzanak, vagy idegen légiósok legyenek. Ez egy nagyon fontos kritérium annak, hogy a táncosok itt kell, hogy éljenek. Nagyon szeretik, még egyszer mondom, a várost, és nagyon jól érzik magukat itt. Mi is szeretjük őket, most kicsit beszélünk a darabokról, hiszen a homokrajzok is egy újdonság volt, aztán menjünk egy kicsit végig, mert a Rómeó és Júlia fontos, a Franz Kafkához írt, személyesen koreografált darab az fantasztikus, és a gyermek darabok, menjünk sorba, jó? Hogy mi vár ránk, amikor visszatér az élet a táncszínpadra is, tehát homokrajzok. Pontos dátumokat, időpontokat azért nem tudok még mondani, hiszen a jövő héten, most annyira friss ez a helyzet, hogy ugye kezdjük feloldani, hála Istennek, ezt a szoros karantén helyzetet, show must go on, hogy stílusos legyek, és elkezdünk végre dolgozni. Most fogok leülni a színház igazgatójával, Szikora János igazgatóurral a jövő héten, és egyeztetni fogunk arra vonatkozóan, hogy mikor és miként, milyen időpontokban lehet az elmaradt előadásokat pótolni, illetve, hogy mikor tudunk új bemutatókat tartani. További egyeztetéseket folytatunk a fenntartóval, úgyhogy ezek most vannak folyamatban, úgyhogy még pontos időpontokat nem tudok mondani, de nagyon remélem, hogy amikor legközelebb itt ülünk, és tudunk erről beszélgetni, akkor már konkrét időpontokat fogok tudni mondani. Minden elmaradt előadásunkat, nem túl sok előadásról beszélünk, minden előadásunkat szeretnénk megtartani, tehát pótolni. Úgy a homokrajzokat, a francot és a Róma és Júliát minél előbb szeretnénk bemutatni a gyerekdarabot, ez szívügyem. Ez ügyben is tárgyalásokat folytatunk, és hát új bemutatóval is készülünk, aminek szintén az időpontját majd le kell egyeztetni. Elárulok egy pici titkot, Carmennel szeretnénk, ez a Bizet, Szedrin által átírt Bizet tánc-suite ről beszélünk, egy fantasztikus, fergeteges zene, ez egy 45 perces, nagyon intenzív kortárs balett, és hát szeretnénk azt a darabot is bemutatni, amit most elkezdtünk építeni, amit dedikálni szeretnénk az időszaknak, amit az otthonunkban kezdtünk el koreografálni, Aritmia címmel, egy metaforikus cím, úgyhogy nagyon sok új tervünk van. Mielőtt innét folytatjuk, egy kicsit idézzük meg, hogy kedvet kapjanak újra. Bár én azt mondom, hogy bár voltak kétségeid az első időszakban, de azért úgy tűnik, hogy a székesfehérvári színház szerető közönség megszerette, megkedvelte a balettet. Kétségeim nem igazán voltak, viszont nyilván egy egészséges türelmetlenség volt bennem. Tehát ez alatt a másfél év alatt mi a dupláját végeztük el annak a munkának, ami másfél évbe belefér, pontosan azért, hogy felgyorsítsuk azt az időt, hogy a közönség megismerjen bennünket. Úgyhogy én végeredményben elégedett vagyok azzal a teljesítménnyel, amit végeztünk ez alatt a rövid időszak alatt, és hát előre tekintünk. Én nagyon bízom abba, hogy egy 4-5 éven belül már egy olyan erős közönség bázisa lehet a Székesfehérvári Balettszínháznak, ami arra predesztinálhat minket, hogy több előadást is tartsunk a városban. Ugye, hát ez eleve elrendelés volt. Én azt mondom, hogy helyjel közel megtanultunk kortárs táncszínháziul, de hát még azért sokat tanulni valunk. Ezért aztán tényleg egy kicsit idézzük meg, hogy miről szól a homokrajzok, illetve ezek a darabok, amelyeket most majd újra elő kell vennünk, és átgondolni, hogy menjünk-e még egyszer, vagy harmadszor. Én például háromszor voltam, de hát az ebből fakad. Ez azért is érdekes, mert mindig van új szereposztás, új beállás, ami átrajzolja ezeket a darabokat. Amit említettél, a homokrajzok, ez egy táncvers. Tulajdonképpen egy táncvers az, ami ugye a homok, gyerekként sokat rajzoltunk a homokba, talán még most is rajzolunk, és az eltűnik egy idő után. Vagy a szél fújja el, vagy mi magunk söpörjük le, és újat rajzolunk. Ilyen egy táncos élete, ami elég gyorsan fújja le, szél, nagyon rövid
élet, ilyen egy emberi élet is, az is egy homokrajz tulajdonképpen, és az, amit odarajzoltunk a homokba, azt akik látták, azoknak az emlékezetében marad, a szívében marad. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan költői mű, aminek nagyon sok vetülete van. Rómeos Júlia. A Rómeos Júliából volt ugye a színház is műsorára tűzte, és tehát láthattuk, illetve hát a Balett Színházban. Mennyiben más egyébként egy ilyen örökbecsű darabot táncszínházi eszközökkel bemutatni? Mint mondjuk a próza, mint próza. A prózában. Teljes mértékben. Hát a történet ugyanaz, de a Rómeos Júliában talán a történet nem a legfontosabb a történet. Shakespearenek se a történet maga a cselekmény volt a legfontosabb, hanem az annak az üzenete, az abba rejlő, a sorok között való olvasás vagy olvastatás. Na most ugye a táncszínház az egy nagyon komplex műfaj. Hát ugye eleve adott Prokofjev gyönyörű zenéje. Önmagába véve is egy olyan erőteljes zenemű, ami képeket hív az emberbe, érzéseket vált ki. Na most ugye egy koreográfusnak mi lehet a feladata? Láttatni a zenét, ami ugye hallható, azt képi világá formálni, Shakespeare gyönyörű drámáját, a cselekményt láttatni szintén, és olyan érzéseket kelteni a mozgás, a legősibb beszéd által, a testbeszéd által, és ezzel a zene és az akusztikus és a vizuális fenomén által egy olyan önálló értékű művet létrehozni, ami megérinti az emberek szívét. Nem csak megérteti velük Rómeos Júlia történetét, hanem megérezteti a szerelem és a szeretet erejét. És hát a Franz. Aki Franz Kafkát valamelyest is ismeri, az azt mondja, hogy ezt egész egyszerűen köteles megnézni, mármint a balett darabot is, mert ugye egy ilyen ihletésű, egy ilyen életút, egy ennyire különleges személyiségről, az azt hiszem, hogy mindennél többet mond táncnyelven, pedig kifejezetten vonzó lehet a táncművészet kedvelőjének. Mindenféleképpen Franz Kafka mellett nem lehet elmenni. Én is azt gondolom, hogy egy olyan műről beszélünk, olyan táncműről beszélünk, azoknak az embereknek is szól, akik egyetlen sorát se olvasták Franz Kafkának. Hát pont ez a lényege a színházi műfajnak, hogy nem kell feltétlenül. Persze jó az, hogyha az ember ismeri a Rómeos Júlia történetét. De se baj, hogyha valaki nem ismeri, és bejön és megnézi az előadásunkat, mert volt erre is példa, megismeri Rómeos Júlia igaz történetét. Ugyanígy a Franz Kafka című művünk lehet, hogy pont fordítva van, hogyha megérinti ez a táncmű az embereket, akkor leveszi a könyves polcról Kafkát, és elkezdi olvasni. Nyilvánvalóan, hogy sokkal többet mond azoknak az embereknek, akik ismerik Kafka világát, hiszen csomó referencia van a darabba, a táncműbe. Úgyhogy ez azoknak is szól, akik ismerik Kafkát, és azoknak is, akik nem, és majd ismerni fogják. A gyerekeknek elvinni a táncot az egyfajta misszió. Erre való az Aladdin. Tehát az Aladdin egy kicsit olyan ám, mint a Rómeos Júlia, igen, csak a gyerekeknek. Tehát igen, egy örökbecsű mese, hogy, ami táncnyelven teljesen másként szólal meg, de olyan, történet, mint az eredeti. Így van, így van. Én nagyon bízom abba, hogy Nemes Zsófi egy nagyon izgalmas darabot fog készíteni ebből. Abba is nagyon bízom, hogy ez minél hamarabb erre sor kerülhet, minél előbb sor kerülhet. Felnőttek is, jó magam is, szeretünk rajzfilmeket is nézegetni, mert elrepít minket vissza a gyermekkorunkban, hiszen legbelül ott él bennünk ez a gyerek, csak elő kell hívni. Úgyhogy ezt a darabunkat nem csak az Aladdint, nem csak gyerekeknek, hanem a gyermekszívű felnőtteknek is jó szívvel ajánlom. Tekintsünk egy kicsit ki, lesznek vendégszerepléseitek? Most még minden annyira képlék. Nagyon sok meghívást kellett lemondanunk, például Brunóba is. Az Idegenek címmel Trianonnak kívántunk emléket állítani, emléket fogunk állítani. Ez is elmaradt ez a bemutatónk, ez a júniusi bemutató lett volna a Táncszínházban, a Nemzeti Táncszínházban. De Kocsák Tibor írja a zenét, én várom, hogy terembe menjünk, és megszülessen az a darab. Nagyon sok bemutató, vagyis nagyon sok vendégszereplésünk maradt el. Ezeket a kapcsolatokat építeni, és újra kell tervezni ezeket a bemutatóinkat, előadásainkat. A társulat tagjain kívül, tehát az újak és a régieken kívül lesznek-e vendégművészek?
jelen pillanat, van-e a koncepciódban? Jelen pillanatban az elsődleges feladatomnak tartom, hogy a társulat tagjainak adjak feladatokat, illetve a gyakornokainknak. Jelen pillanatban nem tervezünk vendégművészeket meghívni, mármint táncművészeket, vendégkoreográfusokat, illetve vendégalkotókat, jelmez, díszlettervezőket, fénytervezőket. Tehát azt kimondhatjuk, hogy a társulat megerősödött a bajban is, ilyen értelemben, hiszen ezt bizonyította mondom, a Lubickolás a művész karavánban. Amikor ez befejeződik, akkor átörökíthető-e az a fajta jókedv, mit gondolsz, ami ott jellemezte a szerepléseteket? Azt gondolom, hogy igen, alapvetően a táncművész egy molto vivace person, egy jókedvű, életigenlő ember, hiszen a mozgás és a tánc az maga az élet. Amikor már nem élünk, akkor nem mozgunk, amikor minden, ami él, az mozog, az atomok, a sejtek, az emberek, és itt a táncművészet fejezi ki talán a legszignifikánsabban azt, hogy mi is az élet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megmarad a jókedvünk, és én nagyon bízom, hogy ilyen hasonló performanszok, mint ami most ugye kényszerből született, az majd nem kényszerből, majd lesznek a jövőben is. Igen, hát egyszer utaltál erre, hogy van egy ilyen terv. Igen. Azt hiszem, hogy az hol tart egyébként? Hát most ezeket megint újra kell ezeket a terveket építeni, de ez egy jó referencia lesz, hogy már ilyen volt, úgyhogy remélem, hogy fogunk ilyen performanszokat tartani. Jó, hát akkor zárjuk kerekbe, de most már valóban az a gondolat, a búcsú szó, hogy ahol a szavak véget érnek, itt most véget értek, kezdődik a tánc, én bizakodó vagyok, hogy rövidesen valóban elkezdődhet. Hát én is kezdődjék a tánc, és nagyon bízom abban, hogy hamarosan a színházak is meg fognak nyitni, és vendégül láthatjuk a nézőinket. Köszönöm szépen, mi pedig élünk a lehetőséggel, azt ígérem. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója volt a vendégem, akivel az újrakezdésről beszélgettünk. Gondolom önök is várják, kérem ne feledjék, a Balett Színház is várja önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra.